Újraindulhat az ukrajnai gabonaexport, erről állapodott meg egymással Oroszország és Ukrajna Isztambulban. A Fekete-tengeri ukrán kikötők orosz blokkádja miatt több millió tonna gabona maradt a tározókban, ami globális élelmiszerválságot idézhetett volna elő. Az afrikai és a közel-keleti országok már megkongatták a vészharangot, ha nem érkezik Ukrajnából gabona. 10 milliárd dollár értékben van eladásra szánt búzája Ukrajnának, ezt jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a 4000 milliárd forintnak megfelelő búzamennyiségről azt mondta, ha ez valóban kijut az ukrán kikötőkből, azzal megelőzhető egy globális élelmiszerhiány. Megközelítőleg 20 millió tonna tavalyi gabonát tudunk most exportálni, és lehetőség lesz arra is, hogy az idei termést is értékesítsük. Ez jelentős bevételt jelent a gazdáknak, az egész agrárszektornak és a költségvetésnek. Ez az alapja a jövő évi termésnek. A megállapodással csökkenthetjük azt az élelmiszerválságot, amit Oroszország idézett elő. Globális katasztrófát előzhetünk meg, az éhínség ugyanis politikai káoszt idézhet elő, mondta az ukrán elnök, miután Isztambulban Oroszország és Ukrajna, Törökország és az ENSZ közvetítésével megállapodott a Fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításáról. Moszkva vállalta, hogy nem indít támadást az ukrán kikötők ellen, így a hajók biztonságos folyosókon közlekedhetnek. A felek megegyeztek abban is, hogy a gabonát szállító ukrán hajókat visszatéréskor a török hatóságok az ENSZ képviselőivel közösen átvizsgálják. Természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy mi is részt vehessünk a visszatérő hajóknak az átvizsgálásában. El szeretnénk kerülni, hogy így módon fegyverek és más katonai felszerelések jussanak be Ukrajnába, mondta az orosz védelmi miniszter. Az isztambuli egyezmény lehetővé teszi azt is, hogy a szankciókkal sújtott Oroszország újraindíthassa a gabona és műtrágya szállításokat a Fekete-tengeren. A megállapodás teljességében 4 hét múlva lép életbe, és 120 napig lesz érvényben, de meghosszabbítható. Az ukrán kormány abban bízik, hogy az egyezmény biztosítékot jelent arra, hogy az orosz hadsereg nem él vissza a biztonságos folyosókkal, amelyeken keresztül a kereskedelmi hajók közlekednek majd. Oroszország garanciát vállalt arra, hogy nem fog támadni. A biztonságos folyosókat sem repülőgépekkel, sem hajókkal nem közelítik meg, mondta az ukrán infrastrukturális miniszter. Az egyesség megszületését több állam is üdvözölte. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete Twitter üzenetében azt írta, arra kell törekedni, hogy Oroszországon számon kérhető legyen az egyezmény megvalósítása. A brit külügyminiszter is úgy fogalmazott, az egyezményben vállaltakat be kell tartani, és a világ szeme Oroszországon lesz, hogy figyelje, valóban megteszi-e.